Közelmúltban, amikor itt jártam nálatok, akkor, ha emlékeztek még, arról számoltam be, hogy nemrég volt egy gyermekisten tisztelet, ami a nagy vacsoráról szólt, és abból hoztam válaszokat a meghívókra, hogy gyermekek és felnőttek hogyan válaszoltak erre a meghívásra, elhívásra. És hát most arról számolhatok be, hogy ismét túl vagyunk egy ilyen gyermek szombaton, és most is azért az étkezés tárgyköre valahol ismét megjelent, mert hogy a kenyér és a kenyérszaporítás volt az alapgondolat, amivel foglalkoztunk, és hát úgy próbáltuk kéz közelivé tenni, vagy hát olvashatóvá is tenni, fogyaszthatóvá is tenni a kenyeret, hogy fotókat nagyítottunk ki, különböző szebbnél szebb, és hát általában nem kovásztalan, hanem nagyon szépen megkelt kenyerekről, és ezekre írtunk rá bibliai igehelyeket. Úgyhogy majd ezekből is szeretnék egy keveset elhozni, egy pár szeletet, úgymond, amit a Bibliából gyűjtöttünk ki, illetve voltak most is találós kérdések, és hát két vagy három találós kérdéssel szeretnék ráhangolódni, vagy ráhangoltatni benneteket egy kicsikét erre a témára. És felolvasnám először az igehelyet, és aztán azt szeretném majd megkérdezni, hogy minek az előképe ez az ószövetségi részlet. Ő pedig mondta, hozzatok lisztet, és beletette azt a fazékba, és mondta, add fel imár a népnek, hadd egyenek, és nem volt már semmi rossz a fazékban. Jött pedig egy férfi Bál Szálisából, és hozott az Isten emberének első zsengék kenyereit, 20 árpa kenyeret, és megzsengült gabonafejeket az ő ruhájában, de ő mondta, add a népnek, hadd egyenek. Felelt az ő szolgája, itt súgok, hogy ez Géházi, ha minden igaz, minek adjam ezt 100 embernek? Ő pedig mondta ismét, add a népnek, hadd egyenek, mert ezt mondja az Úr, esznek, és még marad is. Igen, és ő eleikbe adta, és ettek, és még maradt is belőle az Úrnak beszéde szerint. Tehát a kérdés az, hogy minek az előképe ez az ószövetségi részlet? Így van a jó válasz a kenyérszaporítás, de a többi is kevésbé rossz. Nyugodjatok meg. Két olyan igehelyre gondoltam még, amivel ráhangolódhatunk erre a gondolatsorra. Mit neveznek a nyomorúság kenyerének? Hol és mikor ették? És itt, igen, nagyon jó, akkor ha megengeditek a 5 Mózes 16-ból felolvasok itt is egy részletet segítségül. Ne egyél azzal semmi kovászost, hanem 7 napon át egyél azzal kovásztalan lepényeket, nyomorúságnak kenyerét, mert sietséggel jöttél ki Egyiptomnak földéről, hogy megemlékezzél arról a napról életednek minden idejében, amelyen kijöttél Egyiptom földjéről. Tehát jó válasz, köszönöm, hogy kovásztalan kenyér az Egyiptomból való kivonuláskor ették, majd pedig annak emlékére. És aztán egy végül és utoljára egy utolsó kérdés, ami hát a gyakorlati alkalmazása a nyomorúság kenyerének. Ezt mondja a király, vessétek ezt a tömlözbe, és tápláljátok őt a nyomorúság kenyerével, és a nyomorúság vizével, míg békességgel megjövök. Melyik király kinek írta fel ezt a diétát, a nyomorúság kenyerét? Őt is, de most nem őről van szó. Akkor, ha szabad a gazda, ezt Akháb király, Izrael királya mondta, Mikeás prófétát vettették a tömplincbe, mikor ő megjövendőlte, hogy elveszítik a Rámot Gileát elleni csatát.
Köszönöm szépen a vállalkozó kedvet, hogy megpróbáljátok megfejteni a kérdést. Ha nekem lennének ezek a kérdések feladva, én is nagyon elgondolkoznék, nem biztos, hogy tudnék jó választ adni rá, de így könnyebben, mert én gyűjtöttem össze ugye a kérdéseket. Tehát ahogy már szó is volt, hogy egy olyan előképet próbáltunk itt megeleveníteni, amelyik aztán az új szövetségi időben János evangéliumában olvasható, a kenyérszaporításnak a története, és most ezt szeretném, ha együtt közösen egy részletét, nem teljesen az egész fejezetet, de egy részt elolvasnánk közösen. Először az elsőtől a 15. versig. Tehát János 6. fejezetéből 1-től 15-ig olvasom. Ezek után elment Jézus a galileai tengeren a Tibériászon túl, és nagy sokaság követte őt, mivel hogy látták az ő csodatételeit, amelyeket cselekedett a betegeken. Felment pedig Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival. Közel volt pedig a húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor azért felment Jézus, felemelte Jézus a szemeit, és látta, hogy nagy sokaság jött hozzá, mondta Fülepnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek. Ez pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, hogy mit akar cselekedni. Felelte néki Fülep, 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenki kapjon valami keveset. Mondta neki egyező tanítványai közül András, a Simon Péter testvére, van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, de mi az ennyinek? Jézus pedig mondta, ültessétek le az embereket, nagy fű volt pedig azon a helyen, leültek ezért a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket és hálát adva adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akartak. Amint pedig beteltek, mondta az ő tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszem. Összeszedték azért, és megtöltöttek 12 kosarat az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az evők után. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondták egymásnak, bizonnyal ez a ma próféta, aki eljövendő a világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királlyá tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. Mindegyik evangélium tudósít erről a történetről, és mindegyik egy kicsikét más szemszögből mást emel ki. Sőt, az összöveg összefüggésből kiderül, hogy nyilván nem csak ez az egy kenyérszaporítás volt, hanem több, illetve hát lehet, hogy ennél jóval több, csak éppen nem említették meg más helyszíneken. Talán az első, ami lényeges még, amit itt nem olvastam, hogy talán Márk evangéliumából olvasható, hogy Jézusnak megesett a szíve az embereken, amikor meglátta, hiszen már 3 napja voltak együtt, és egyrészt tiszteletből, másrészt, hogy lássák őt nyilván, és kíváncsiságból nagyon sokan álltak, és rettenetesen elfáradtak, gyerekek is voltak, sokan nyilván ők is hancúroztak volna már. Tehát azért ez egy 5000 plusz, ki tudja hány ezer ember volt még ott, és próbált valahogy ő is rendet teremteni ahhoz, hogy előkészítsék ezt a rendkívül jelentős eseményt, amit ő nyilván előre tudott, és más evangéliumok arról tudósítanak, hogy 50-es évvel, 100-asával leültették őket, és aztán megtörtént a kenyérszaporítás csodája, és kiosztották az eledelt. Talán a következő kérdés az lehet bennünk, hogy vajon miért pont ilyen egyszerű eledel, nem főzelék,
nem hús, nem már olyan értelemben jövő, hogy komplikált és bonyolult ételek sorozata, nem felcicomázott étkeket hordtak körbe, hogy valamiért még emlékezetesebb legyen ez az alkalom, hanem nagyon egyszerű, egyszerű történet ez az egész. Megszaporítják a kenyeret, kiosztják, és ami engem a következő pillanatban nagyon megragadott, és elgondolkoztatott, az egy szó, hogy megelégedtek, vagy jól laktak, és aztán utána pedig, hogy a maradékot összeszedték. Ez a megelégedés az, ami engem egy kicsit szíven is ütött, hogy vajon én hogy vagyok ezzel, hogy mennyire vagyok megelégedve, és hogy ott ki mennyire volt megelégedve. Ugye van már egy kis pocakom elég régóta, az én megelégedettségem azért egy pár szelet kenyérrel többet kíván, van, aki pedig nyilván szerényebb fogyasztó. De ugyanakkor sehol nem olvasunk arról, hogy bárki is elégedetlen lett volna, hogy lemaradt valamiről, vagy sikertelenül próbálkozott volna ételhez jutni. Tehát valahol egy nagyon kerek, nagyon egész történet ez, ahol minden apróságra odafigyeltek, és ki lettek elégítve az igények. És úgy hátra is dőlhetnénk, és azt mondhatnánk, hogy jaj, de jó, hát ez egy nagyon szép történet, és milyen jó, mert egyel több csodáról tudhatunk, és nyilván, ahogy a történelem és a történelmi tények alátámasztják a többi csodát az zsidó történelemben, akkor úgy gondoljuk, hogy hát ez is ehhez tartozik. Minket megerősít, más meg gondoljon, amit akar. Azért, ha egy picit eltávolodunk, és majd ahogy folytatjuk a történetet, ez sajnos nem ilyen egyszerű, ez a történet, mert hogy mindennek van következménye ebben a világban, jónak és rossznak egyaránt, és sajnos a múltban is az a tapasztalat, hogy ha visszatekintünk Izrael történetébe, hogy hatalmas csodák történtek. A kivonulás, a 10 csapás, a Vöröstengeren való átkelés száraz lábbal, aztán, hogy a Jordán ketté válik, hogy Jerikó fala leomlik, és aztán utána döbbenetes és rettenetes hallani, hogy micsoda zúgolódás történik, és aztán 40 éven keresztül történik zúgolódás, és annak is a szörnyű következményei, és egy picit már félve, ezen a tapasztalaton felnőve, egy kicsit félünk, nem? Hogy itt most olyan szépen mentek a dolgok, vajon ezután mi fog következni? Várnánk a jó végkifejletet, mert mindig erre vagyunk szomjasak, a nyugalomra, a békességre. Most, ha egy egyszerű, bőséges családi vacsorára gondolunk, akkor ugyanez, nem? Hátradőlünk, jól laktuk, megtörüljük a szánkat, megköszönjük a fáradozást, és aztán vagy olvasunk, vagy lepihenünk, vagy tévét nézünk, ki mit akar, és békesség és nyugalom van. És sajnos nem ez történik a folytatásban, hanem arról kapunk hírt, hogy az a várakozás, ami éppen itt és ebben az időben már nagyon felerősödött, ez most végre teret nyer, és végre megpróbálja a nagy tömeg is beazonosítani, nem csak a tanítványok, Krisztus valódi személy azonosságát, és azt mondják, ugye, hogy jaj, de jó, mert ő az, akit vártunk. Betegek gyógyulnak meg, halottak támadnak fel, megtömik a bendőnket, a lehető legjobb történik felünk, tehát ő az, akit vártuk. Ő az, aki bizonyítja, hogy valószínűleg őt kéne a fejünkre megválasztani, és élre állhatna más dolgoknak is, más mozgalmaknak is, nem csak a hétköznapi igényeinknek a kielégítésére. Vagyis, hogy a római uralmat lerázza, és jól ismert a történet mindannyiunk számára. Próbáljunk meg úgy megvizsgálni ezt a történetet, hogy van az egyik oldalon az embereknek a szükséglete, az igénye, és arra milyen isteni válasz
adatik. Van ugye a fáradtság, és a népet leülteti Jézus. Aztán jön az éhség, és megtörténik a kenyérszaporítás csodája. És vágytak jól lakni, és nem egy ételkóstolót kaptak, ugye, hanem bőségesen még 12 kosarat meg is tudtak pakolni be a maradékkal. Tervezgették nyilván, most már jól lakottan, egészen más irányba terelődik a figyelmünk. Addig az egyszerű igényeknek a kielégítése volt a fontos, és szeretnék most már a másfajta igényeiket is érvényesíteni Jézuson, és azt olvashatjuk, hogy akkor, amikor Jézus ezt észreveszi, abban a pillanatban kihátrál. Tehát amikor az emberi tervek nem találkoznak az isteni szándékkal, akkor ott egy eltávolodás történik, azt láthatjuk. Tehát ő nem politikai és katonai hatalmat, hanem a bűntől való szabadulást és az örök életet hirdette. És ez valahol a közvetlen, rövidtávú jövő számára, ez nekik nem volt annyira érdekes és fontos. Itt a kérdés az lehet, hogy mit adtak tovább egymásnak az emberek. Tehát ha azt mondtam én tovább, hogy a szomszédoknak, a barátomnak, hogy képzeld, meggyógyított, csodálatos dolog történt, mert feltámadt az, aki súlyos beteg volt és meghalt. És csak ezeket adom tovább, vagy azt, hogy éppen kielégítették az éhségemet, vagy pedig továbbadom-e azt is, hogy nekem azt mondta a mester, hogy eredj el és többet ne vétkezzél. Vagy azt, hogy megbocsájtattak a te bűneid. Miért is fontos ez tulajdonképpen, hogy én ezt a teljes üzenetet kellene, hogy továbbadjam, akkor és akár most is? Mert hogy akkor csak nagyon egyoldalúan a saját érdekeimet szolgálom, amikor az éhségemet, a gyógyulásomat, a pozíciómat, az egészség és a család és a munkaképesség területén próbálom minél inkább fényezni. De abban a pillanatban, amikor a jellemfejlődésemért kellene lépéseket tennem, vagy pedig a bűnvallomás területén kéne előre lépnem, akkor egész egyszerűen úgy tűnik, hogy nem vagyok partner az isteni kívánalmak szerint. Folytassuk a felolvasást a 25-től a 35. versig. Hát egy zárójelben ugye az éjszaka folyamán történik meg az, hogy a túlpartra átmennek, és közben a tanítványok egyedül Jézustól külön próbálnak egy nagy viharban átevezni. Ekkor van az, hogy Péter át vizen jár Jézussal együtt, és pillanatokon belül teljesen váratlanul elcsendesedik a vihar, és hamar kikötnek. Ezt a történetet, mert nyilván ez is csoda, hatalmas csoda, és átélői a tanítványok, ezért ezt ők nyilván nem tudják magukba tartani. És ezt is továbbadják. Kérdés, hogy megint ebből mennyit tudnak még a többiek profitálni, és mennyire befogadók az ilyen történetekre. Tehát olvasom a 25. verstől. És megtalálván őt a tengeren túl, mondták neki, akik keresték, Mester, mikor jöttél ide? Felelt nekik Jézus, és mondta, Bizony, mondom nektek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ád majd néktek, mert őt az atya pecsételte el az Isten. Mondták azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük.
itt egy pillanatra megállnék megint abból a szemszögből vizsgálni, hogy ugye mi az emberi oldal, és mi az isteni válasz erre. Hányszor tehetjük mi is fel a kérdést hasonlóan, hogy mit csináljak Istenem? Milyen feladatot bíztál rám, vagy jó irányba megyek-e, vagy egy ige hirdetéshez milyen témát válasszak. Nagyon jó dolog, hogy felteszem a kérdést. Csak az a szomorú, hogy utána legtöbbször nem vagyok kíváncsi a válaszra. Mert megerős, már van egy tervem, vagy akár több is, csak éppen nem arra várok, hogy megválaszolják, hanem azt, hogy megerősítsenek abban a tervben, amit én már elgondoltam. És hát Jézus válasza nyilván ugye egyértelmű, hogy higgyetek abban, akit az Isten elküldött. De hogy ezt miért kéri? Mert hogy eddig is bizonyított. Tehát életével, munkájával, a tanításaival tökéletesen bizonyított. Ennek ellenére folytatom, hogy hogyan reagálnak erre azok, akik őt megint megpróbálják sarokba szorítani. Felelt Jézus és mondta nekik, az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mondták neki azért, micsoda jelt mutatsz tehát, hogy lássunk és higgyük neked. Mit művelsz? Tehát mutassál nekünk valamilyen jelet, és ez az a szerintem már valahol vérforraló pillanat, amikor annyira nem akarnak szóba állni, meg se hallják azt, hogy mire hívja el őket Jézus, hogy tekintsenek az ő eddigi életére, és az arra a rengeteg előképre, amit nekik már illene ismerni az ószövetségi történetekből. Tehát mondták neki, hogy micsoda jelt mutatsz tehát. És van egy olyan hivatkozásuk, ami nekem nagyon meglódította a fantáziámat, ugye azt mondják a 31. versben, a mi atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott vala enniük. Jézus is ezt mondja, és hát nekünk is azért úgy rögtön úgy csípőből rávágnánk a választ mi is, hogy rendben van, hogy kaptátok a mannát, de valamit így nem akartok meghallani. Itt az örök életről beszél Krisztus, akik pedig kapták a mannát akár 40 éven keresztül is, de azok meghaltak. Tehát itt ezzel a hivatkozással valahogy egy kicsikét mellé fogtatok. Nézzük meg, hogy mire is hivatkoztak, amikor felemlegették a közel 1500 éves történeteket. 2 Mózes 16. fejezetében a 3. és az 3/4 és 5. verset olvasom. Mondták nékik Izrael fiai, bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ültünk, amikor jól lakhattunk kenyérrel, mert azért hoztatok ti minket ebbe a pusztába, hogy minden sokaságot éhséggel öljétek meg. És mondta az Úr Mózesnek, íme, én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből, menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem. A zsidók csak arról beszéltek, hogy mannát kaptunk az Istentől, és az volt az igazi, a mennyből aláhulló kenyér. Te mutassál valamit ennél nagyobbat. De milyen érdekes, hogy már itt, hogyha megnézzük az igét, itt is azonnal nem feltétel nélkül kapnak valamit. Tehát mindig ok-okozat összefüggésben, ha valami történik, el kellene gondolkozni, hogy miért történik velünk valami. A 6. napon, az 5. vers így szól, a 6. napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik, amit bevisznek, az két annyi lesz, mint amennyit a naponként szedegettek. És folytatom a 19-20-21. verset. Azt is mondta nekik Mózes, senki ne hagyjon abból reggelre, de nem hallgattak Mózesre, mert némelyek hagytak abból reggelre, és megférgesedett, és megbűzhödött.
Mózes pedig megharagudott rájuk. Szedték pedig azt reggelenként kiki, amennyit megehetett, mert ha a nap felmelegedett, elolvadt. És teszem hozzá, hogy persze szombaton is kimentek. Tehát mindazt, amit először ajándéképpen megkaptak, abban a pillanatban már szinte rögtön egészen másképp vették gondviselésükbe. Nem csak akkor akarták szedni, amikor utasították rá, hogy a hajnali órákban, mert amúgy elolvad, nem csak ne többet szedjenek, mert a nap folyamán ez tönkre fog menni, és megférgesedik, megbűzhödik. Aztán szedjenek pénteken két annyit, hogy szombaton ne kelljen kimenni. És természetesen szombaton ugyanúgy egy csomó ember kiment, és megpróbálkozott. Csak próbálkozott, és semmibe vette a szombatnak a kívánalmait. Mondhatnánk azt, hogy hát persze, hát még nem tudták, mert még nem olvasták az Új Szövetséget. Máté evangéliumából a 6. fejezetben olvashatjuk, hogy ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudják a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Sőt, még a zsoltárokat sem olvashatták, ugye? A 78. zsoltárban olvashatjuk. És ráparancsolt a felhőkre ott fenn, és az egek ajtajait megnyitotta, és hullatott rájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nekik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget. Láthatunk ugye párhuzamokat, hogy itt is váratlan csoda történik. Nem egyszeri kenyérszaporítás, hanem évtizedeken keresztül tartó csoda. És mégsem becsülték mindezt. Az, hogy angyalok kenyerét ette az ember, az annyira méltatlan megközelítés az ő részükről, hogy ez nem úgy tűnik, hogy nem vették komolyan. Sőt, ahogy teltek az évek és évtizedek, 4 Mózes 21-ben már erről kapunk tudósítást, és elindultak a Hor hegyétől a Veres-tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földjét, és a népnek lelke megkeseredék útközben, mintha manna lenne. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Ilyen fájdalmas már ezt így összefüggéseiben olvasni, nem? Hogy kapnak egy ajándékot. Egy olyan ajándékot, amit most hirtelen nem is tudom, hogy talán megtalálom. Igen. Hogy indul a Biblia második, harmadik oldalán a bűne eset után a kenyér története? 1 Mózes 3.19-ben olvashatjuk. Orcád verítékével egyed ad-e kenyeredet? Hol van itt orcád verítéke? Hullik az égből. Csak le kell hajolni érte. Tehát olyan megdöbbentő, hogy ígér valamit a Jóisten, és nem tartja be. Milyen megdöbbentő. Nyilván betartja, most ez egy költői túlzás volt, mert hogy azért a magunk tapasztalata is az, hogy nem olyan egyszerű mai napság sem megkeresni a mindennapi kenyerünket. De azért mégis hatalmas csodák. Vannak kivételek, amikor rászorul, de valós szükséglet van. Nem kényelem, hanem valós szükséglet. Nem a plusz összegyűjtése és felhalmozása a cél, hanem a túlélés, és az, hogy partner legyen valamiben az ember, és ehhez kap ajándékokat, mint ahogy a talentumokat is kapjuk. És itt van ez a tragédia, ami aztán eltelik 40 év, és ugyanazt olvassuk, mint a legelején, a 40 évnek, mint a legvégén, hogy megkeseredik a nép,
és ugyanúgy nyafog a vízért és a kenyérért. Nem, mintha egyszerűen a memória zavarba szenvedne, és nem hajlandó szóba állni azzal, hogy végre változzon. Azért mielőtt még ugye húzzuk le a vizes lepedőt az akkor élt emberekről, csak egy zárójeles kérdést merek magamnak feltenni, és aztán ti pedig, ha akartok, ti is együtt gondolkoztok velem. Rájövök arra nem egyszer, hogy én is a nagy csodákat elfelejtem. Tehát, hogy hatalmas dolgok történtek az életemben, nagy csodák, és meg tudok feledkezni róla. Annyiszor kezdem újra és újra a félelmeimet. Visszalopom a jó Istentől a félelmeimet, amiben pedig ő már megpróbált megnyugtatni. Akár a létfenntartás, vagy akár munkahely, vagy emberi baráti kapcsolatok terén, és így tovább sorolhatnám. Vagy hogyha olyan feladattal bíz meg, amit még soha nem tettem, és könnyen elbújnék már korom mögé, vagy az ügyetlenségem mögé, és ahelyett, hogy felidézném, hogy hányszor és hányszor tudott a Jóisten úgy segíteni, hogy csak egy dolgot kér tőlem, hogy bólintsak egyet, hogy igen, úgy tűnik, hogy ez az én feladatom, akkor kérlek, egészítsd ki a hozzávalókkal engem, és akkor ezek megtörténtek, ezek a csodák. Menjünk tovább az ige olvasásban. A 32. versnél tartottunk, mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adta majd nektek az igazi mennyei kenyeret. Adja majd az igazi kenyeret, mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondták azért néki, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Ez is ismerős, hogy most átmegyünk, átbillenünk a másik oldalra. Eddig megkérdőjeleztük a dolgokat, most pedig lelkes hívei vagyunk, és azonnal, de adj Uram Isten, de azonnal, és mindenkor ezt a lelki kenyeret kérjük. Pedig nagyon úgy néz ki, hogy fogalmuk sincs, hogy miről van szó. Jézus pedig mondta nekik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. És a 38. verset olvasnám még, mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjen, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Tehát ezek nagyon egyszerű és nagyon egyenes beszédek, aminek mi lesz a következménye. Végre újjong a tömeg, de jó, hogy a hétköznapi szükségleteinket is kielégítetted, most végre a szellemi, a lelki ajándékokat is bezsebelhetjük, és most már értjük, nagyon egyszerű és érthető, változásra van szükség az életünkben, te ehhez mindent megadsz nekünk, és köszönjük, hogy ebben a kegyelemben részesülhetünk. Ugyanaz az zúgolódás, ugye, mint a 40 éves vándorlás során, mintha ez egy olyan emberi betegség lenne, egy olyan járvány, ami időről időre felüti a fejét. Elképzelhető, hogy a saját életemben is, az életünkben is ugyanúgy megtörténik ez, hogy időről időre megijedünk, eltávolodunk, és megfáradunk. De hát olyan csodálatos az, hogy nekünk van ismeretünk, és újra és újra felfrissülhetünk, és megújulhatunk a mennyei kenyér által. A további Mózes igét szeretnék felolvasni, mert ugye hányszor és hányszor teszik és tesszük fel azt a kérdést, hogy mit cselekedjek, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a gazdag ifjú történetét is ugye nagyon jól ismerjük. És olyan fantasztikus, hogy nem azt kapjuk válaszul sosem, hogy
Nem emlékszel, már annyiszor elmondtam neked. Hanem újra és újra és újra és újra elmondja a Jóisten. 3 Mózes 25-ben olvashatjuk, hogy mi az, amit vár cserébe a Jóisten. Az én szombatjaimat megtartsátok, és az én szent helyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr. Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat cselekszitek, már is jön az ajándék. Esőt adok nektek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mező fája is megtermi gyümölcsét, és a ti csépléstek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és elégségig ehetitek kenyereteket. És hát a védelemről is gondolkozik, hogy ne kelljen futva mindezt elfogyasztani, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken. Tehát semmi más nem kér most is a Jóisten, és mindig, amióta csak ismerhetjük őt, hogy bizalom, bizalom, bizalom. Légy hozzám bizalommal. Annyi mindent letettem az asztalra, annyiszor bizonyítottam a hűségemet. Ne akard mindig megkérdőjelezni. 5 Mózes 8.3-ban olvashatjuk, és megsanyargatott téged, és megéheztetett, aztán pedig enned adta mannát, amelyet nem ismertél. Sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Tehát 1500 évvel ezelőtt kristálytisztán meglett ez már, ki lett már jelentve. Jézus csak megismételte, nem egyszer, nem százszor. Mi a jutalom? A bizalom? Nem, kövekhez nyúltak, hogy megkövezzék őt. Hadd adjam át most nektek ezt a kis gyűjteményt, amit ígértem, hogy a különböző igei gondolatok hogyan kapcsolódnak ehhez a témához, és hogy hogyan nyújthatnak segítséget tulajdonképpen a jellemünk változásához. Nem lesz sok, de nekem nagyon fontosak, és nagy valószínűséggel mindegyiket ismeritek is. 37. Zsoltárból: gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, magzatja pedig kenyér kéregetővé. 127. Zsoltárból: hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Szerelem? Köszönöm. Így van. Olyan csodálatos ez is, hogy lehet hatalmas emberi erőfeszítéseket tenni, de olyan csodálatos, amikor ezt az ember ajándékba kapja. Tehát mondjuk rohangászok, mert hogy 3 napos ünnep lesz, és akkor bevásárolni, és jaj, legyen kenyér, és akkor valaki mosolyogva áthoz egy házi készítésű kenyeret, hogy gondoltam rátok. Hát ezt az igét valósítja meg. Példabeszédekből, a 6. fejezetből: ne kívánd az ő szépségét szívedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel, mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász. Ezt nem szeretnénk ugye magunkra vonatkoztatni, de nagyon sok ilyennel találkozunk, csak hogy mondanám a Rehabon, hogy koldusbotra jutnak emberek, és a sok-sok kifogás vége nagyon sokszor ez, hogy ezt valósították meg. Példabeszédek 20-ból: gyönyörűséges az embernek az álnokság kenyere, de annak utána betelik az ő szája kavicsokkal. Nyilván ez egy áttételes megfogalmazás, de hát van, akinek ez a kenyere, a hazudozás, az áskálódás. Hát ez benne a gyönyörűség, hogy erre is van ígéretünk, hogy mindenki megkapja a méltó jutalmát.
Ugyanehhez kapcsolódik a 22. fejezet a példabeszédekben, vagyis a 22. igen fejezet. Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek. A 25. példabeszéd fejezet pedig, ha éhezik, aki téged gyűlöl, adj enni néki kenyeret, és ha szomjúhozik, adj néki inni vizet, mert eleven szenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizet néked. 21. fejezetéből szemét válogatni nem jó, mert még egy falat kenyérért is vétkezhet az ember. És van egy nagyon kedves, vidám prédikátor beli ige, 9. fejezet, 9. verséből. No azért egyed vigassággal a te kenyeredet, és igyed jó szívvel a te borodat, mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid. Milyen jó lenne, ha ezt minden nap úgy vidáman és örömmel nyugtázhatnánk, és mondhatnánk, és így nyugtázhatnánk a napot. Van még egy nagyon komoly figyelmeztetés Ézsaiás könyve 55. fejezetében. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtötök kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségében. És végül pedig egy Ámos könyvéből egy ige, a 8. vers 11. fejezete, ami talán azért is fohász, ami részben el is hangzott itt az Isten tisztelet elején már, hogy ezek a széksorok ne legyenek üresek. És mindannyian vágyunk szerintem nagyon arra, hogy mindazt a tapasztalatot, csodát, amit átéltünk az életbe, azt megosszuk embereknek, és valahogy Krisztushoz vezethetnénk embereket. Ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsájtok-e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. Jó lenne ebben igazán partner lenni a jó Istennel. És ehhez tényleg csak az a felhívás, az a segítség, ami megoldásra találhat nálunk, hogy amikor tanít minket a Jóisten imádkozni, és amikor azt mondjuk, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, akkor azt nem csak kézzel fogható, finom, csodálatos, puha, ropogós kenyérnek gondoljuk, hanem tényleg a lelki tápláléknak is. Arra gondoltam ezen a gondolati háttéren, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, hogy ezért a világon milyen sokan imádkozhatnak és könyöröghetnek ezért. És hogy hihetetlen mennyiségű, én úgy gondolom, hogy itt Siófokon is jó pár pékség van. Tehát a lehetőség megvan, hogy ha nem is mennyei, de földi táplálékot bőven magunkhoz, vagy bárki magához vehet. De párhuzamosan ugyanilyen hatalmas bőség van mennyei kincsekből is. Soha nem látott kiadást ért meg a világon mindenhol a Biblia. Tehát töménytelen mennyiségben van. És mondhatnánk azt, hogy éhező is van. A lelki és a fizikai kenyére is egyaránt. Csak egy a probléma, hogy a valódi éhség van-e, amiről Ámos beszél. Hogy csak felületesen megfelelési vágyból, akár a közvetlen környezetemnek, vagy pedig úgy, mint a gazdag ifjú, úgy próbálok meg táplálékhoz jutni, vagy pedig valami sokkal mélyebb, örökkévaló dolgokat keresek közben. És végül egy olyan ige helyet hadd idézzek be, amelyik megdöbbentő mindezek hátterén, hogy beszéltünk az Isten jóságáról, nagy lelkűségéről, hihetetlen
bőségről, amit mindig ránk áraszt mennyből, vagy itt a közvetlen környezetünkből, amit naponta megtapasztalunk, és hogy ő hogyan kezdi a szolgálatát. 40 napi bőjtel. Ő a kenyéradó, ő a mennyei kenyér, és a mennyei kenyér éhezik és kopla. Úgyhogy búcsúzó, vagy zárásul ezt az igét szeretném felolvasni Lukács 4. fejezetéből, a 3.-4. verset. És mondta néki az ördög, ha Isten fia vagy, mondd-e kőnek vagy köveknek, hogy változzék kenyérré. Jézus pedig felelt néki mondván, megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Ugye, ugorjunk vissza 5 Mózes 8.3-ra. Az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Időben 1500 év távolság, és a Jézus mondatá után ugye eltelt 2000 év, tehát átfogunk 3500 évet, tökéletesen friss és érvényes, ránk nézve is. A mai napig is így van. Úgyhogy adja a jó Isten nekünk, hogy minden áldott nap, amikor gondolom valamennyien táplálkozunk jobbnál jobb és finomabbnál finomabb kenyérrel, és ha sikerül másokkal is megosztjuk. Én akartam ezen a héten megtanulni a feleségemtől rendes kenyeret készíteni, de sajnos nem volt rá érkezésünk az elfoglaltságok miatt. De olyan szép hasonlatot hallottam erről, hogy ahogy a kenyér megsül, tulajdonképpen ez is egy csodálatos jelkép tartalommal bír, mert hogy ha végignézzük a gabona útját, akkor sarlót eresztenek rá, aztán összepréselik, utána iszonyatos hőkezelést kap, utána felszeletelik, és minden egyes mozzanatát Krisztus áldozatával be lehetne azonosítani lépésenként. Úgyhogy amikor magunkhoz vesszük ezeket a táplálékokat rendszeresen és naponta, akkor adja jó Isten, hogy mindez az eszünkbe ugorjon, ott legyen a hétköznapjainkban is, és ne féljünk ezeket a gondolatokat másokkal is megosztani. Amen.